Oké, akkor most a Cooler Masternek nyitunk egy szöveges állományt, és akkor elkezdek gépelni. Ugye látszik, hogy amikor lenyomok egy gombot, akkor szépen az elkezd világítani. Mondjuk jelszót nem lenne így célszerű begépelni, mert igen, tehát az azért. És hát végig lehet tesztelni az összes billentyűt a billentyűzeten. Aha, tehát F. Ezek csak... Aha. Ezek a világítási módok. Hó, hát ez baró. Percre is kapcsolom a... Igen, így valószínűleg azok a billentyűk világítanak, amik a játékok, tehát az a gamer kiosztás. Viszont most az a jó, hogy nézzünk egy másik variációt. Ez egy újabb mód. Ez méretlen. Ez fenomenális. Nézzünk még egy másikat. Van makróra is lehetőség. Jó, de jó. Le is kapcsolom, pontosabban a tévét lekapcsolom egy pillanatra. Nézzük milyen. Milyen lehetőségek vannak még. Itt van móduk. Hát igen, csak látványos. Na igen. Ez király. Egy kicsi szemből. Hát igen, ezt a G15 nem tudta.
még egyszer. És mi volt, hogy itt nyomom meg? Rengeteg mód van, úgy látom. És van ilyen is. Amikor tényleg teljes pompájában világít, hogy egy kicsit. Aki ezt nem látja, annak tényleg problémák vannak a szemeivel. Főleg, hogyha még egy kicsit így kamerát elfordítom is. Igen. Újabb variáció. Ez jó kis kiadós program. Jó, hogy a táblagépen ilyen korátok néznek a fórumra is. Nézzünk akkor egy következő módot, mert szerintem még nem mondom én, még nem vagyunk a végén, csak közben ránéztem a fórumra is. Mindaz most olyan állapotban van, hogy teljesen mindegy, hogy mit nyomogatok, tehát mármint úgy értem, hogy újra van telepített Windows, nem azért, csak most ott van egy sima asztal, úgyhogy különösebben például most megtalálom, azt mondja itt a 4-es. Aha. De ez az, most tértünk vissza ahhoz a módhoz, amiben eredetileg volt. Ó, jó lett volna ezt számolnom. Hát nem tudom, így tipre volt, vagy 10-15. Nem tudom. Na, számolni kellett volna. Hát volt ez az egy. Na nézzük még egyszer meg. Kettő. Három. Négy. Öt. Ez a hatodik. Hetedik. Nyolcadik. És
itt nem tudom, mi az egyszeres, kétszeres, négyszeres, nyolcszoros. Én csak itt van egy ilyen, hogy LED. Ja, igen. Itt meg tehát amiket lenyomok gombok, azok nem alszanak ki, hanem igen, tehát azok, mint az elsőnél ugye, hogy kialszanak, itt nem alszanak ki, hanem folyamatosan világítanak. Ugyanis most majd még megnézem, hogy van makro plus, ez van-e makro rögzítés és makro eltávolítás, úgy látom. Még kérdőjel számomra ez egyszeres, kétszeres, négyszeres, nyolcos, ez szerintem média playerhez való. Aha, ez az, és itt lehet a ledet, gondolom a funkcióbillentyűvel, tehát benyomom a funkcióbillentyűt. Azt gondoltam, hogy ezzel lehet halványítani. Na, hogy most befejezetlen benyomtam makróba, vagy mi van. Egyébként a használati útmutatás az nem valami... nem valami bőséges, majd... Ó, de tényleg volt egy leírás, amiben meg van említve, hogy melyikkel mit lehet csinálni. Ennek utána fogok nézni. Mert érdekel, és jó lenne megtudni, hogy pontosan ez miként is zajlik. Mindenesetre nekem nagyon tetszik. Meg szerintem nektek is nagyon fog tetszeni. Hát ugye egyetlen az, hogy, nincsen RGB színkeverés, vagy nincs legalább 3-4 színű lehet, hanem fehérre világít, de kit érdekel, legalábbis engem. Sőt, még annyira nem is mondanám, hogy fehér, mert hogyha így a billentyűk közére nézünk, hát ugye arról a feketéről szépen... Ez a P1-P2, most látom P3-P4 program. Nem mindegy, majd ennek is utána nézek. Tehát olyan szürkés fehér ott alul, a billentyűk tényleg fehérek. Ez tény. Hát ugye a Cooler Masternek egyébként is ez a fekete alapon fehér szöveg a jellemzője, de utána nézek minden esetre. Addig is még megnézem az egeret. Most összejött ez a két dolog. Csak azért, hogy mindenki tudja, hogy körülbelül mennyibe kerül ez a történet. 32.000 forint lett volna maga a billentyűzet, de 10-essel olcsóbban megkaptam az alzáról, meg még mellé jött az egér, úgyhogy durván, hát egészen pontosan 47.960 forint ez a duó, és szerintem megértem, mert hát ha annyi ideig bírja, mint legalább annyi ideig, mint a G15, akkor azért 12 év, tehát azaz. De ez valószínűleg jóval tartósabb lesz, meg hát nem is lesz elhanyagolva. Azért van például a kompresszor is, hogy a portot lefújja az ember, persze finoman, hogy nagy gond legyen. És hát azért van még mellette, amit adtak hozzá, egy ilyen fedőt, hogy azt rátegye az ember, és akkor nem megy bele abból. No, akkor ez most ennyi lett volna. Remélem tetszett a videó, és hozzájárultam ahhoz, hogy döntsetek esetleg egy hasonló billentyűzet vásárlásánál. Hasonló mechanikus billentyűzet vásárlásánál. Ameddig is, amíg én utána nézek, hogy mi hogy. Mindenkinek minden jót. Sziasztok!